Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti területének a sajtótájékoztatóján. Külön öröm számunkra, hogy ennyien jöttek és elfogadtátok a meghívásunkat. Azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, hogy újra személyesen lehetünk együtt. Engedjétek meg, hogy bemutassam a mai sajtótájékoztató előadóit. Szenicei Gergőt, a tőkepiacok és biztosítók prudenciális és fogyasztói felügyeletért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatóját, dr. Laki Gábort, tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság vezetőjét, illetve Nagy Koppányt, a biztosítás és pénztárfelügyeleti igazgatóság vezetőjét. Ügyvezető igazgatónak lesz egy stratégiai bevezetője, ezt követően pedig kibontjuk a témákat egy kicsit, és utána lesz idő a kérdésekre is. Azt, hogy személyesen eljöttetek, azzal is kifejezzük köszönetképpen, hogy maga a jelentés, illetve az ezzel kapcsolatos sajtóközlemény, egyéb anyagok 11 órát követően, tehát később kerülnek föl az online térbe, YouTube-on is közvetítjük majd ezt a sajtótájékoztatót, de ez csak 11 órakor fog fölkerülni, így egy nagyobb újságörői kör, illetve nézők, hallgatók is látják majd ezt a bizonyos prezentációt. És akkor első előadóként megkérem ügyvezető igazgató urat, hogy tartsa meg stratégiai bevezetőjét. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket a jegybank felügyeleti épületében. Nagy örömömre szolgál, hogy ennyiükkel tudunk itt személyesen találkozni. Ugye az apropó, ahogy Binder István kollégám mondta, a kockázati jelentésünknek a bemutatója. Ez az a jelentés, amelyet évente egyszer publikál a jegybank, és jellemzően az úgynevezett non-banking területeknek a kockázatait mutatja be. Ez a biztosítási szektor, tőkepiacok, pénztári szektor, pénzügyi vállalkozásoknak a 2021-es éves kockázatait, illetve nyilván a körülményekre tekintettel a 22 első negyedévét is bedolgoztuk a jelentésbe. Az említett szektorok jellemzőin túl magát a jelentést és a prezentációt is egy makrogazdasági környezet bemutatással, háztartási megtakarítások alakulásának elemzésével kezdjük. Ennek az a célja, hogy ma a piaci összkép is jobban megismerhető legyen, és ezt követően területenkénti bontásban adunk áttekintést a hatósági vizsgálatokra, a folyamatos felügyelési tevékenységéről a Magyar Nemzeti Banknak, illetve ezen vizsgálatok során szerzett legfontosabb tapasztalatokról. Én most egy rövid összefoglalót adok, és ezek után Nagy Koppány és Laki Gábor igazgató urak fogják Önöknek a részletesebb adatokat megmutatni. A felügyelt szektorokat tekintve magát a jelentést is a biztosítási szektorral kezdjük. A biztosítóknak a száma 2021-ben változatlan volt. Jó hír, hogy a piac mérete növekedett. A biztosítói díjbevétel tavaly év során több mint 10%-kal gyarapodott. Az életág ezen belül is a nyugdíj és a kockázati jellegű biztosítások teljesítettek elsősorban jól. A szektor mérete ugyan elérte a MNB jövőképében meghatározott értéket, azonban a GDP arányos számuk egyelőre nem állt rá a felzárkózási pályára, amelyet korábban kijelöltünk. A biztosítási piac nyereségével, itt az összesített nyerességgel kapcsolatban nominálisan továbbra is kiemelkedőnek számít. Mi azt tapasztaljuk, hogy a szerkezete ugyanakkor a korábbi években tapasztalathoz képest egészségesebb. Felmértük nyilván a 2022-es év első negyedévére tekintettel a orosz, illetve az ukrán kitettségeket, ebben a szektorban sem jelentősek ezek. A szektor tőkefeltöltöttsége ugyan 200% alá csúszott. Ezt azért látni kell, hogy elsősorban a hozamgörbe emelkedés és az eszközleértékelődés áll ennek a hatásnak a hátterében. Ezzel együtt is azt kell hangsúlyozzam, hogy az egyedi intézmények egyike sem esett a jegybank által elvárt volatilitási tőkepufferrel megemelt szint alá. Hogyha a pénztárak területére átvezek, akkor ugye itt az önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztárakat tekintjük. Ezeknek a összvagyona 2021-ben meghaladta az 1800 milliárd forintot. A tagdíjbevételek
megközelítették a 175 milliárd forintot a tavalyi év során. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál egy viszonylag alacsony 2,6%-os nettó átlaghozam hozamot tapasztaltunk. Ez túlnyomó részt egyébként a kötvény leértékelődésekkel magyarázható. Azért azt érdemes figyelembe venni, hogy a szektornak, ha megnézzük a 10-15 éves átlagos reálhozamát, az továbbra is valahol a 2-4%-os sávban tapasztalható. A taglétszám, amelyet meg fogunk mutatni, az stagnál, ugyanakkor jó hír, hogy a fizető tagok aránya a taglétszámon belül enyhén emelkedett. A biztosítás közvetítői piacra, ha tekintünk, akkor egy folytatódó konszolidációt láthatunk. A közvetítő természetes személyek száma csökkent, a közvetített biztosítási díjak ugyanakkor 9%-kal növekedtek. A pénzpiaci közvetítőket, ha nézzük, a forgalmazott vállalati, lakossági hitel és leasing termékek volumene bő 1100 milliárd forintra nőtt, ezen belül közel 840 milliárd forintnyi volt a lakossági közvetített hitelek száma, és a 30% volt az államilag támogatott hiteleknek az aránya 2021-ben. A tőkepiacokra rátérve a befektetési szolgáltatók forgalma jelentősen nőtt, több mint 30%-kal emelkedett 2021-ben. Ez elsősorban a származtatott forgalom erőteljes bővülésével magyarázható. A befektetési vállalkozások kiváló tőkeellátottsággal bírnak, az adózott eredményük 20 milliárd forint, amely jó, 20 milliárd forint volt 2021-ben, amely jó másfélszeres az egy évvel korábbinak. És nyilván itt is megnéztük az orosz-ukrán háború hatását. Itt azt tapasztaltuk, hogy a befektetési szolgáltatók által kezelt ügyfélértékpapír állomány az 2022 első negyedévében mérséklődött, de ez alapvetően az árfolyamok visszaesésének volt betudható. A befektetési alapkezelőkről engedjenek meg még néhány gondolatot. A kezelt vagyon a korábbinál is magasabb növekedési ütemben nőtt, ez 11.875 milliárd forintot ért el, a befektetési alapok nettó eszközértéke 8.300 milliárd forint, itt is emelkedés tapasztalható. Leginkább a vegyes alapok nettó tőke beáramlása volt kiemelkedő ebben az időszakban. Az adózott eredménye a befektetési alapkezelők esetében is magas volt, és hát azt kell nyilván látni, hogy a bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzet okozta volatilitás változatlanul kockázatot jelent az alapkezelők számára is, és természetesen ebben a szektorban is felmértük az orosz-ukrán háborúnak a hatásait, és azt kell mondjuk, hogy nem okozott pánikszerű visszaváltásokat a befektetők körében a romló nemzetközi környezet. Az orosz, illetve a ukrán kitettség mértéke a teljes szektor vonatkozásában itt is elhanyagolható. Ezek voltak a legfőbb üzenetek, és akkor engedjék meg, hogy felkérjem Nagy Kopány igazgató urat, aki a biztosítási és pénztári szektor részletes adatait fogja önök számára megmutatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon. Van egy ilyen stratégiai diánk, amit lehetett tanulmányozni. Azért hoztam vissza, hogy lássuk, hogy a kiemelt értékeink a stabilitás és bizalom, és ez tulajdonképpen kifejezi a felügyeletnek azt a két sapkáját, amivel a piacokhoz közelít, tehát egy prudenciális, illetve egy fogyasztóvédelmi oldali, és ez azért is fontos, mert hogy a fogyasztóvédelmi jelentést is integráltuk két év óta ebbe a jelentésbe, tehát van egy ilyen ága is ennek a kiadványnak. Először a makro kockázatokról és a makro környezetről hoznék két diagramot, az egyik a lakossági vagyon bővülése. Az látszik, hogy az elmúlt két év, 2020-21-ben a lakossági vagyon bővülése dinamikusabb volt, mint az előtt, tehát a Covid alatt tulajdonképpen nőtt az az eszköz állomány, ami a lakosság kezében van, és ez szinte minden ágra igaz, mind azokra is, amikkel mi foglalkozunk. Ezt a non-bankinget szoktuk intézményi befektetői körnek is nevezni, bár nyilván ez is egy szűkítés, szűkített értelmezésé az intézményi befektetői körnek.
És itt is növekedések vannak, nem csak a banki vagy a készpénzállományban, de tulajdonképpen mindenütt. Sőt, még annyit emelnék ki, ez a közleményben is benne van, hogy az elmúlt évben ez 14,5%-os volt. Ami viszont fontos, hogy most aztán vannak kockázatok, ugye évekig úgy prezentáltuk ezt a jelentést, hogy nyugalom volt, minden növekedett, most kockázatok vannak, de a növekedés az legalábbis 21 év végéig nem állt meg, viszont itt a hozamgörbét hoztam be, a hozamgörbe változást, ami azért nagyon jól jellemzi, hogy ma már nem azok a nyugodt évek vannak, mint 19-ben vagy 20-ban, már 21 év végén a hozamgörbe megemelkedett, első negyed évben, sőt áprilisig mutatjuk, folyamatos emelkedésben van. Ennek következménye az az eszközleértékelődés is, amire ügyvezető igazgató úr utalt. A biztosítókra szűkítve a képet, biztosítók száma változatlanul 32, a nagy biztosítók száma kis egyesületek 10, és tulajdonképpen a fő mutató számok mind-mind nőnek ebben a szektorban, tehát a kezelt vagyon mérleg főösszeg, szerződések száma, díjbevétel, tehát a növekedési pálya az abszolút jól tudott működni ezekben, már ezekben a viharos időszakokban is. Maga a díjbevétel 1330 milliárdra nőtt. Annak idején a szektor jövőképe kiadványunkban 1310 fölé becsültük ezt, vagy jósoltuk ezt az adatot. Igazából itt látszik, hogy nominálisan ezt elérte a szektor, viszont a GDP nagyobb arányban növekedett, mint ahogy az akkor várható volt, és így GDP arányosan a 2,5%-os penetráció körül mozgunk, ez a piros vonalon látható. Erről nem tud elmozdulni egyelőre a szektor, és ugye hosszú távon mi 3%-os penetrációs célt jelöltünk ki. Hogyha a határon átnyúló díjbevételét is hozzátesszük, hazai díjbevételét, akkor 1426 a díjbevétel, tehát akkor még markánsabb ez a szám. A nem életágon ugye a KGFB az egyik legfontosabb üzletág, és itt bevezettünk tavaly évben egy indexet, ez a KGFB index, vagy díjindex, de ugye nem csak díjat, hanem például a károkat is nézzük, és itt látható jól transzparensen, hogy mozognak a díjak, gyakorlatilag a díjak azok stagnáltak, a károkban volt egy csökkenés, és utána egy visszanövekedés, tehát most már szűkül ez az olló, amit ugye észrevételeztünk korábban. Profitról volt szó, igazából visszatért a profit a historikus csúcsra, tehát ez a 80 milliárd környéki nominálisan, return on equity, tehát tőkearányosan nézve 20% körüli profitabilitás van a szektorban. Ha az S2-es tőkére nézzük, akkor ez 12%, mindenképpen pozitív, és itt szintén ráerősítenék arra, amit ügyvezető igazgató úr mondott, tehát sokkal egészségesebb, mint akár a 10 évvel ezelőtti, vagy jó 10 évvel ezelőtti számok, ahol látható, hogy akkoriban a profit nagy része a nem biztosítástechnikai eredményből származott, ma pedig alapvetően biztosítástechnikai eredményről beszélünk. Tehát az élet és nem életágon termelődik meg, és inkább itt is a nem életág az erősebb. Ahogy ez szokás, amikor valami nagy változás történik az első negyed évben, akkor muszáj, hogy a jelentésükben kitérjünk erre is, ne csak az évvégi adatokra, tehát megvizsgáltuk, legalábbis az első negyed évig meg tudtuk ezt vizsgálni, hogy milyen hatásai voltak az addig történt változásoknak, és hát az látszik a biztosítási szektorban, hogy nyilván van egy eszközleértékelődés, megnéztük, hogy egyébként a tartalékok csökkenése az kiáramlás alapú-e, tehát elviszik az emberek a pénzüket, vagy esetleg kevesebbet fizetnek be, ez nem jellemző, alapvetően hozam oldalon történik egy csökkenés, és ez értékeli le a tartalékokat. De ezeknél a hosszú távú szektoroknál, majd ezt látjuk a pénztári szektornál még inkább, ezek azért általában korrigálhatók, nem egy day trade jellegű megközelítés uralkodik ugye ezeken a piacokon. A tőke megfelelés
csökkent valamelyest, korábban történelmi csúcson volt a szolvencia kettes érában, nem láttunk ilyen magasat, 220% fölött, itt nyilván ehhez hozzájárultak az MNB Covid alatti intézkedései is, ez évvégére 196-ra és első negyedévre 186%-ra csökkent, azért ezek még mindig egészen megnyugtató szintek. És a fogyasztóvédelmi részből egy szemelvényt hoznék. Etikus koncepciót bevezettük 2015-ben, szintén hosszú távú szemlélet, 10-20 éves unit link szerződéseket kötnek az ügyfelekkel, nem mindegy milyen költségszinten, TKM limiteket vezettünk be, a nagyon drága termékek eltűntek a piacról, látható, hogy 3% körüli átlagos költségmutatók vannak most az életbiztosításoknál, és 1% körüliek a pénztári piacon, és közben a panaszok száma, amelyek kifejezetten a szerződéskötés előtti tájékoztatásra vagy a közvetítőkre vonatkoztak, ezek lefelé mentek, tehát ezek mind azt mutatják indikátorként, hogy ezek az intézkedések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. És még visszakanyarodva az életbiztosítási piacra annyit mondanék, hogy ott a díjbevételben egyre nagyobb arányt mutatnak a nyugdíjbiztosítások és a kockázati életbiztosítások, amelyek szintén egyfajta stabilitást mutatnak. A közvetítők száma azért megsínlette a Covid időszakot, tehát a korábban elindult konszolidáció, emlékeztetnék, hogy 2008 előtt 42 000 természetes személy közvetítő volt a piacon, sok-sok félállású is. Ma azt gondolom, hogy professzionálisabb a piac, 26 000 közvetítő van. Az alkuszok száma igazából nem sínlette meg ezt az időszakot, inkább a függő ügynökök és a többes ügynökök, tehát a gyűjtőnéven függő közvetítők, ahol jellemzőbb az életbiztosítási értékesítés, meg ez a félállású jelleg is erősebb tudott lenni. Itt van egyfajta csökkenés, de érdekes módon termelékenységben pedig növekedés van, tehát mindenképpen egy hatékonyságnövekedés, professzionalizálódás, amit látszik. És a pénztárakról röviden, pénztári piacon minimális csökkenés van, egy-egy kisebb pénztárak beolvadnak nagyobbakba, ezeket ugye végig szoktuk kísérni megfelelő felügyeleti eszközökkel, hol keményebbekkel, hol lágyabbakkal, attól függően, hogy a helyzet az hogyan néz ki. Mindeközben a tőke az egyre nő a pénztári piacon is, 1800 milliárd összesítve a két ágnak az együttes tőkéje, 1700 fölötti a nyugdíj pénztáraknak a tőkéje. Itt látható, amire ügyvezető igazgató is hivatkozott, és én is az előbbiekben, 2,6% lett az átlagos hozam, és elég nagy volatilitással a pénztári szektorban, de ha visszatekintünk, akkor látható, hogy 2018-ban volt mínusz 2%-os hozam, és 2008-ban mínusz 10% volt, amikor 0,6, tehát voltak ennél rosszabb évek is, mint a 2021-es. Nyilván a kamatpálya növekedése az továbbra is nyomást helyez majd a hozamokra. Ami fontos, hogy ezek azok a szektorok, amik ki tudják nőni ezeket a megingadozásokat, és ez látható a jobb oldali ábrán, ahol látható, hogy reálhozamban 2-4% közötti reálhozamot tud 10 és 15 évre mutatni a szektor, tehát azt gondolom, hogy azt mindenki bármilyen befektetéssel kapcsolatban örömmel venné, ha ezt előre meg tudnák neki ígérni. Tehát ebből látszik az, hogy ha vannak is megingások, akkor is hosszú távon ezek kinőhetőek, és ezek a piacok ezt meg tudják tenni. Ugye emlékeztetnék arra, hogy ilyenkor van egy nyomás a meglévő portfólión, viszont ha nőnek a kamatok, akkor az újra befektetéseket már a magasabb kamattal tudják megtenni ezek a szektorok, és akkor ez kiegyensúlyozza a későbbiekben a hozamokat. A befizetések terén ugye a munkáltatói oldalt a különböző szabályozások azért szokták befolyásolni, de az egyéni befizetések azok töretlenül nőnek mind a nyugdíjpénztári, mind az egészségpénztári szektorban. Ez mindenképpen egy pozitív jelenség, az ügyfelek önálló felelősség vállalásáról szólnak, és azok, akik részesei ezeknek a rendszereknek, nagyságrendileg 1 millió aktív fizető, ők ezt komolyan veszik.
Mi hosszú távon azt a célt tűztük ki, hogy jó lenne, ha nem csak 1 millió, hanem jóval több ember lenne megszólítható a különböző öngondoskodási, pénzügyi tudatosságot feltételező termékekkel, szolgáltatásokkal, mint például a pénztárak is. És a pénztári piacnak az egyensúlyi kérdésében itt nagyon fontos, hogy 2020-ban mindkét szektor negatívba hajlott eredményességben, ugye a non-profit szektorról beszélünk, de azért az a jobb, hogyha ez a non-profit, ez inkább a pozitív tartományban, hogy az inkább egy kicsi profitot jelent a számukra. Most az eredményesség az pozitívba hajlott mind a kettőnél, és a teli oszlop mutatja a működési tartalékot, ami tulajdonképpen, ha nincs is tőke megfelelés, de egyfajta tőkét jelent ezeknél a pénztáraknál, az látszik, hogy van stabilitás, tehát a működési tartalékok rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, még egy, bocsánat. Itt is van első negyedéves kitekintésünk. Látható, hogy itt is a tartalékok leestek. Vizsgáltuk itt is, hogy a kibeáramlás az hogyan alakul. Kicsit talán nőtt a kifizetések összege, de nem nagyságrendi ez a növekedés, és semmiképp nem magyarázza a tartaléknak az ilyen mérvű csökkenését. Itt is természetesen az eszköz leértékelődés az, ami ennek a hátterében van. Köszönöm szépen, és átadnám a szót dr. Laki Gábor kollégámnak. Köszöntöm én is Önöket a kockázati jelentésünk sajtótájékoztatóján. A tőkepiac és kockázatai lesz az előadásom témája. Ahogy a főbb intézményi számok is mutatják, a hazai tőkepiac a 2021-es évben stabil intézményi háttér mellett tovább erősödött, nőtt az ügyfél értékpapír állomány, nőtt a vezetett értékpapír száma, jelentősen nőtt a tőkepiaci forgalom, és mindez egy javuló jövedelmezőséggel párosult, mind a befektetési szolgáltatói szektorban, mind az alapkezelői szektorban. Tőkepiaci forgalom oldaláról nézve jelentősen 30,5%-kal nőtt a tőkepiaci forgalom 2021-es évben. Ez a forgalom növekedés jelentős részben egyedi intézményi hatásnak tudható be, de ezen intézményi hatás nélkül is jelentős 18%-os forgalom növekedésről tudok beszámolni. A intézménytípus szerinti megbontásban vizsgálva jól látható, hogy mind a hitelintézetek, mind a befektetési vállalkozások esetében nőtt a tőkepiaci forgalom. A hitelintézetek esetében, akik ugye abszolút értékben nagyobb forgalmat bonyolítanak le, 13%-os növekedést látunk. A befektetési vállalkozások esetében, hogyha a továbbított forgalmat is hozzá számítjuk, akkor gyakorlatilag egy év alatt meg kétszereződött a tőkepiaci forgalmuk. Javarészt egyébként ugyancsak egyedi intézményi hatásnak betudható ez a növekedés. Az azonnali tőzsdei forgalmat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt két évben magas szinten stabilizálódott az azonnali tőzsdei forgalom. Ugye ez az érték a 2019-es értéket 40-50%-kal is meghaladja, és külön örvendetes, hogy a lakosság által generált forgalom is magas szinten stabilizálódott. Gyakorlatilag ez az érték a 100-135%-a a 2019-et megelőző év adatainak. A budapesti értéktőzsde második éve, forgalma második éve teljesít magas szinten. Ugye a 2020-as évben jelentős növekedést tapasztaltunk a koronavírus okozta járvány hatására. Abban az évben 19,2%-kal nőtt a bét forgalma. A 2021-es évben ezt a forgalomnövekedést nem tudta megismételni a bét, de ennek ellenőre jelentős a forgalomnövekedés, 9,7%. Ugye itt is alapvetően
a forgalom növekedést az azonnali piaci jó teljesítménye magyarázza, de a származtatott piac is 30%-kal nagyobb forgalmat tud felmutatni, különösen határidős devizaforgalom esetében. Összességében is azt látjuk, hogy a tőkepiaci forgalom tekintetében a származtatott piacok jelentősebb növekedést tudnak felmutatni. A részvénypiaci forgalom szempontjából jelentős koncentrációt látunk, és ez a koncentráció tovább növekedett az elmúlt években. Gyakorlatilag az OTP, a MOL és a Richter forgalma adta ki a 93,5%-át a BÉT forgalmának. Ez az érték 10%-kal magasabb, mint a 2019-es érték, tehát két év alatt 10%-os koncentráció növekedés mutatkozik, ami alapvetően az OTP 2%-os forgalom növekedésének tudható be, miközben a többi blue chip forgalma csökkent a 2021-es évben. Ugyanakkor például a Masterplastnak a forgalma meg négyszereződött. Áttérve az ügyfél értékpapírok állományára, jelentős bővülésről tudunk beszámolni a 2021-es év tekintetében, 23%-kal növekedett az ügyfél értékpapír állomány. Gyakorlatilag ez az érték azt jelenti, hogy meghaladta a 48 ezer milliárd forintot a befektetési szolgáltatók által kezelt ügyfél értékpapírok piaci értéken vett állománya. Mind a hitelintézetek, mind a befektetési vállalkozások esetében jelenlévő a növekedés. A hitelintézetek esetében 20,5%-kal nőtt, befektetési vállalkozások esetében 41,5%-kal. És kiemelném még az ábráról, hogy az ügyfél számlák száma is növekedni tudott, jó részt egyedi hatás következményeként 2021-ben, mintegy 7%-kal. Jövedelmezőségre áttérve, ahogy szó volt róla, a befektetési vállalkozások eredménye 2021-es évben 58%-kal növekedett 2020-as évhez viszonyítva, tehát ez egy év alatt másfélszeres növekedés jelent. 5 év távlatában gyakorlatilag a befektetési vállalkozások adózott eredménye meg négyszereződött, és külön örvendetes, hogy bár egyedi hatás is közrejátszott a 2021-es számok növekedése mögött, de azért az látszik, hogy a 14 befektetési vállalkozás közül 9 esetében nőtt az adózott eredmény. A kiemelkedő jövedelmezőség az elmúlt években megfelelő szintű tőkeellátottságot eredményezett a befektetési vállalkozások esetében. A Magyarországon székhelyen rendelkező 12 befektetési vállalkozás mindegyik esetében elmondható, hogy a rendelkezésre álló szavatoló tőke jelentősen meghaladja a tőkekövetelmény összegét. Ugye ez az érték eddig is 300% körül mozgott, 2021-es évben jelentősen több mint 700%-ra ugrott, részben ugye egyedi intézményi hatásnak is betudható okokra visszavezetve. Áttérve az alapkezelői szektorra, a befektetési alapkezelők által kezelt 11.875 milliárd forintos vagyon jelentős növekedés eredményeképpen állt elő. Ez a növekedés 11,3%-nak felel meg. Ugyanezen érték a 2020-as évben 4% volt, a 2019-es évben pedig 7,5%, tehát gyorsult a 2021-es évben az alapkezelői szektor teljesítménye. Ugye itt az alapkezelők által kezelt teljes vagyonról beszélünk, beleértve az alapokat, a pénztári vagyont és az egyéb portfóliókat, illetve a biztosítói portfóliókat. Hogyha külön nézzük a főbb tételeket, alapvetően az látjuk, hogy az abszolút értékben, a befektetési alapokban nőtt a legnagyobb mértékben a kezelt vagyon mértéke. Ez több mint 14
százalékos növekedésnek felel meg, miközben a pénztári vagyon 7,1%-kal tudott nőni a 2021-es évben. A legnagyobb mérték nem abszolút értékben, de a leggyorsabban az egyéb portfóliók nőttek több mint 15%-kal. Ha befektetési alapokat tovább vizsgáljuk mélységében, akkor ugye azt látjuk, hogy a vegyes alapok, illetve a részvény alapok irányába mutatkozott leginkább kereslet. Itt követhető leginkább nyomon a növekedés. Gyakorlatilag a vegyes alapok esetében egy év alatt 170%-os növekedésről tudunk beszámolni, a részvény alapok esetében ez a szám 37%. Külön örvendetes, hogy ennek a kicsivel több mint 1000 milliárd forintos növekedésnek a kétharmada, 699 milliárd forint az elmúlt két év folyamataival ellentétben a nettó tőkebeáramlásból adódik, egyharmad részben pedig a hozam hatás, ami magyarázza ezt a kiemelkedő növekedést. De jól látható az ábrából, hogy leginkább a vegyes alapok keltették fel a befektetők érdeklődését, különösen a dinamikus és a kiegyensúlyozott vegyes alapok, de emellett tőkebeáramlás látható a részvény alapok tekintetében, illetve az ingatlan alapok tekintetében is. A pénzpiaci alapok, tőkevédett alapok, illetve az abszolút hozamú alapok tekintetében továbbra is nettó tőke kiáramlást tapasztalunk. A nyilvános ingatlan alapokra áttérve továbbra is 9 nyilvános ingatlan alap érhető el a lakossági befektetők számára. A helyzetük továbbra is stabil képet mutat, az ingatlan arány gyakorlatilag a 2021-es évben 63-64% között mozgott. Gyakorlatilag a minimális tőke kiáramlást a hozam hatás ellensúlyozni tudta, így gyakorlatilag a nettó eszközérték a 2021-es évben változatlanul fennállt. És végezetül a jövedelmezőségi kérdés, ugye jól látható az ábrán, hogy az alapkezelői szektorban is az elmúlt három évben magas szinten 45 milliárd körüli értéken stabilizálódott az adózott eredmény. Gyakorlatilag a 42 alapkezelő közül 27 esetében növekedni tudott az adózott eredménye a 2021-es évben. Ez a növekmény egyébként nem járt együtt a TER mutató növekedésével, tehát az alapokra terhelt költségek nem növekedtek olyan mértékben, mint ahogy az alapkezelők által kezelt vagyon a 2021-es évben növekedni tudott. A sikerdíjak sem terhelték nagyobb mértékben a 2021-es évet, mint a 2020-as évet. Gyakorlatilag a TER mutatóhoz kb. 15-20 bázispontos hatást lehet még a sikerdíjak kapcsán figyelembe venni. Végezetül, talán még az első negyedéves számokra kitérve, ahogy ügyvezető igazgató úr is említette, az orosz-ukrán válság ezeket a pozitív folyamatokat nyilván határozottan érintette az első negyed évben. Ezeket a folyamatokat természetesen nyomon követjük. Az előzetes számítások alapján a 2022-es év első negyedévében a befektetési szolgáltatók által kezelt ügyfélérték papírállomány piaci értéken vett értéke 3,8%-kal csökkent az árfolyam hatás eredményeképpen, tehát magas bázisról kiindulva, de ugyanakkor némi csökkenés látható az árfolyam változásoknak köszönhetően. Ugyanakkor, ha az alapkezelők oldaláról vizsgáljuk a kérdést, akkor azt látjuk, hogy az orosz-ukrán válság a 2022-es évben nem okozott jelentős nettó tőke kiáramlást. Májusi adatokig vizsgálva gyakorlatilag összesen 48 milliárd forint áramlott ki a befektetési alapokból, ami gyakorlatilag a
kezelt vagyonnak a 0,6%-a. Tehát azt lehet látni, hogy a világgazdasági folyamatok ellenére a befektetési alapkezelői szektor is, és a befektető szolgáltatói szektor is stabilan tud működni, nettó, jelentős nettó kiáramlás nem tapasztalható az első negyed évben. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. És akkor még egy mondatig emlékeztetnék arra, hogy a jelentés 11 órától elérhetővé válik teljes terjedelmen a Magyar Nemzeti Bank honlapján, illetve a szlájdok és a sajtóközlemény is rendelkezésre áll. Most megnyitnánk a parkettet a kérdések előtt, hogyha van olyan tisztázandó részlet, bármilyen információ, amit érdemes megkérdezni, akkor örömmel az első kérdés meg is érkezett, parancsolj. Köszönöm szépen, Reichenberger Dániel vagyok a pénzcentrumtól. Nagy Koppány igazgató úrat kérdezném. Említette azt, hogy 1 millió aktív bevizető van. Ez összesen a nyugdíjas és a más öngondoskodóra értendő 1 millió, és mondta azt is, hogy többet szeretnének megszólítani, több ember figyelmét felhívni. Mi lenne az üdvös számadat itt, és mondjuk hány év alatt szeretnék elérni? Az 1 milliót egy ilyen iránymutató számnak gondoljuk. Egyébként a nyugdíj témában szoktuk az 1 milliót emlegetni, tehát az aktív befizetők, a nyugdíjpénztárakban, a nyugdíjbiztosítást fizetők és a nyeszesek száma nagyságrendileg 1 millió forint. Itt egy kicsit más kontextusban összetettem az egészségpénztár és a nyugdíjpénztári befizetőket, ők is ezt a számot közelítik. A lényeg az, hogy bárhonnan közelítjük, nem nagyon tudjuk ezt az álomhatárt átlépni. Valamikor, amikor indultak a pénztárak 90-es évek elején, még az önkéntes pénztárak 93-tól, akkor úgy föl lehetett futtatni olyan 1,4 millióra ezt a számot, és akkor az aktivitás mögött nyilván egy nagyon komoly munkáltatói aktivitás is megfigyelhető volt. Ma sokkal erősebb az egyéni aktivitás, és az 1 milliónak örülünk, de hogyha 4 és 5 millió között van a foglalkoztatottak száma, akkor a kiegészítő megtakarítással, nyugdíj megtakarítással rendelkezők száma jó lenne, ha jóval több lenne, és el tudnánk érni mondjuk ennek hosszú távon a felét. Köszönjük szépen. Esetleges további kérdések. Bank 360, Nagy László Nándor, parancsolj. Nem az, de mindegy. Jó. Igazából a biztosítóknak a nyereségénél szeretném megtudni azt, hogy mennyire, ugye elhangzott máshol, hogy a befektetési szolgáltatók, hogy mennyi volt nyereség, és mennyi volt. Tehát, hogy mennyire van a koncentráció a nyereségben, és óhatatlanul is ennek van egy másik vonulata, így idén erőre nézve, ezzel a kellemes biztosítási adóval, ami ez hogy fog kialakulni. Tehát vannak-e már percepcióitok arra nézve, hogy mi várható itt nyereség oldalon, meg ez, tehát hogy lesz-e olyan biztosító, akinek akár szolvencia, vagy akár más problémája is lehet. Természetesen ezeket az elemzéseket, a gyors elemzéseket elvégeztük alapvetően, mivel tőkeerős a szektor, ezt ugye be is mutattam, ilyen problémákkal nem fognak szembenézni sem szektor szinten, sem egyéni szinten. Nyilvánvaló egy teher, ez nem kérdés, de alapvetően mivel a tőkeellátottság magas, gyakorlatilag ez a pénz rendelkezésre áll. Illetve annyit engedjen még akkor meg kiegészítésképpen, hogy nyilván a jövedelmezőség az előbb bemutatott szektorok esetében is a bemutatottnál, a 21-esnél kedvezőtlenebb lehet, de mindenhol fontos hangsúlyozni, hogy stabil, biztonságos és tőkeerős működést látunk. És ezt az új közterhek sem fogják érdemben befolyásolni. Köszönjük szépen, Ágyán Ágnes portfólió. Köszönöm. Nekem meg a tranzakciós illetékhez lenne pár kérdés. Ugye volt szó a magyar tőzsde forgalomról, meg a kiugró forgalom, meg a lakosságnak a szerepéről, és hogy látják önök, hogy a tranzakciós illetéknek a bevezetés, az értékpapírvételre, az milyen hatása lesz majd a keresletre lakossági oldalon, tehát hogy mennyire veti vissza a magyar tőzsdének a
a forgalmát, és a befektetési alapoknál is okozhat-e bármilyen, nem tudom, kereset visszaesést, vagy akár jövedelmezőségben bármilyen hátrányt? Hát akkor itt az előző válaszra azért visszautalnék. Nyilván itt összetett hatásokról beszélünk, hiszen van egyfelől egy kedvezőtlen nemzetközi inflációs és hozamkörnyezet. Másfelől változnak a lakossági megtakarítási szokások, és számos egyéb hatás is érvényesül valószínűleg a közeljövőben, és ez mind-mind befolyásolhatja majd a pénzügypiacok teljesítményét. Ugyanakkor, és ahogy az előbb említettem, mi azzal számolunk, hogy a jövedelmezőség az csökken. Itt azért kifejezetten árérzékeny szektorokról beszélünk, ahol adott esetben határon átnyúló szolgáltatók is megjelennek és nyújtanak a magyar piacra szolgáltatást. Ugyanakkor, ahogy mondtam, ez azért a biztonságos működést, a tőkeerős működést nem fogja befolyásolni. Továbbra is ezzel számunk. Köszönjük szépen. Esetleg bármilyen kérdés még fölmerül, azt gondolom, akkor lehet, hogy egyén interjú kérdések során ezeket tudjuk tisztázni, mert hogy a általános kérdések elfogytak. Nagyon szeretnék megköszönni a sajtótájékoztató valamennyi előadójának a prezentációt, összefoglalót, és az aktív részvételt az újságíró kollégák részéről, és azt gondolom, hogy aki nem siet, egy kicsit kötetlen formában tudunk még beszélgetni itt az előtérben. Köszönjük szépen a részvételt, jó munkát kívánunk mindenkinek!